A korábbi adatok szerint az aktív fertőzöttek száma Magyar Kanizsa községben megközelítette a 200-at. Mára viszont 55-re csökkent. Eddig nem lehetett olyan aktivitásokat sem megtartani, amelyeket az országos rendelkezések bizonyos körülmények között engedélyeztek. A civil szervezetek, művelődési egyesületek elkezdhetik a munkát, az amatőr sportolók is sportolhatnak és összejöhetnek, és ők is elkezdhetik a munkát, mert ugyebár a profi sportolóknak eddig is megengedett volt, de mindenekelőtt azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a rendkívüli helyzet megszűnése az valójában annyit befolyásol, hogy nincsenek külön szigorítások a községünk területén. Az országban érvényben lévő óvintézkedéseket továbbra is be kell tartani, hiszen csak így lehet megfékezni a vírus terjedését. A távolságtartás, a maszkviselés, a meghatározott számú emberek egy helyen léte, a vendéglők, kávézók nyitvatartás ideje, tehát minden ugyanaz a szabályozás alá esik, mint ami az országos rendeletben van, azon mi már tovább nem szigorítunk. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy mindenki köteles betartani a jelenleg is érvényes összes rendelkezést.